Hogyan váljunk vállalkozóvá, milyen adottságok, képességek megléte szükséges a sikerhez? Erről szólt a horvát-magyar közös projekt, az AIDER, aminek üzleti tervei készültek el szeptemberre. A programon a középiskolásoktól a felnőttekig több százan vettek részt. Őket mentorok segítették, akik a mindennapi szakmai ismereteket is átadták a konzultációk során. Ezek után került sor mindenkinél a tervezett saját vállalkozás üzleti tervének elkészítésére. Közel 100 üzleti terve elkészült, ennél a résztvevők olyan 2-3-szor többen voltak, tehát elég sokan gyakorlatilag konzultáció keretében az iskolában hallgathattak meg előadásokat. Nem mindenki akart üzleti tervet készíteni, illetve nem mindegyik üzleti terv volt olyan elkészültségi fokú, hogy be lehetett volna vonni itt a program végébe. De gyakorlatilag ilyen 91 néhány üzleti terv elkészült. Különböző minőségben természetesen, tehát egy 17 éves művészet is diák nem tud egy olyan üzleti tervet írni, mint mondjuk egy Radnót is hallgató, aki már vett részt ilyen képzésben, de azért pozitívak a kimenetek.